Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Vénykötelesek lesznek a népszerű fájdalomcsillapítók. A változtatás csak a tablettákat érinti. Zebra terv. Tolna megyében sok volt a szabálytalan közlekedő. Méltó körülmények közé kerül a jövő nemzedéke Dalmandon. 100 millió forintból újítják fel az óvodát. Hármas avatás. Lápafőn utcát, Mária emlékhelyet és Sobri kopjafát is avattak. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tervek szerint több ibuprofén tartalmú fájdalomcsillapító lesz vényköteles. Magyarországon évente több mint 2 millió doboz ilyen hatóanyagú szert vásárolnak, miközben nagyobb dózisban ezek a gyógyszerek súlyos mellékhatással bírnak. A Gyógyszerészeti Intézet közlése szerint a gyógyszerek többségéhez továbbra sem kell majd recept, mert jelenleg 57 készítmény tartalmazza ezt a hatóanyagot, és csupán 10 lesz biztosan vényköteles. A változtatás csak a tablettákat érinti. 800 mg-osok, ezek már veszélyesek. Tehát ebből napi egy nap három szem, az már a plafon. Ott már kezdődnek a nagyon durva mellékhatások. Bár még határozat nincs az időpontról, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszeregészségügyi Intézet vényköteleséssé teszi néhány ibuprofén tartalmú gyógyszer vásárlását. Hegerős Gyula gyógyszerész azt mondja, a nem megfelelő szedés komoly máj és vesekárosodást okozhat. Az ilyen hatóanyagú szerekből évente 2,5-3 millió dobozzal vásárolnak Magyarországon. Nem azért kapható recept nélkül, mert ez egy biztonságos gyógyszer, hanem azért, mert ez egy nagyon olcsón előállítható gyógyszer, és hát üzletileg ez egy nagyon-nagyon előnyös valami, valamint a nagyon jó klinikai hatékonyságával, tehát a fájdalomcsillapító hatásával ez egy jól indokolható hatóanyag, hogy a piacon helye van. A jelenleg 57 piacon lévő gyógyszerből megközelítően 10-15 lesz biztosan vényköteles. Bőségesen tudunk beszélni arról, hogy milyen alternatívái vannak az ibuprofennek. Valószínűleg azok is ugyanolyan jók. Azonban, ha mégis ibuprofent kell szedni, akkor néhány dolgot figyelembe kell venni. Tehát meg kell beszélni, hogy milyen más gyógyszert szed, mert nagyon sok a gyógyszerkölcsönhatás, milyen betegségei vannak, mert nagyon sok betegség mellett ez nem szedhető. A tervek szerint a kis dózisú ibuprofen tartalmú fájdalomcsillapítók továbbra is szabadon vásárolhatóak maradnak. Volt, aki az autók között szlalomozva, bottal a kezében kelt át az úton, más a járműjével a zebra kellős közepén állt meg, mert későn vette észre a piros lámpát. Ilyen és hasonló szabálytalankodókat csípett fülön a Tolna megyei rendőrség az országos Zebra Terv elnevezésű kampány részeként. A hatóság Tolna megyében május 14-e és 17-e között valamennyi városban a gyalogos átkelőhelyek környékét ellenőrizte. Több mint 25 embert figyelmeztettek, három esetben pedig piros jelzésen való áthajtás miatt közigazgatási eljárást kezdeményezett a hatóság. Itt a szabálytalankodók 50 ezer forintos bírságra számíthatnak. Az akció célja az volt, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívják fel a figyelmet. 100 millió forintból fejlesztik a dalmandi óvodát. A munkálatok ugyan lassabban haladnak a tervezetnél, a település polgármestere bizakodó. Azt mondta, a jövő nemzedékének készül az új intézmény. Falakból kilógó kábelek, befejezetlen építkezési munkák és a munkások otthagyott szerszámai. A dalmandi óvodában ez a látvány fogadja azt, aki megnézné, hogyan haladnak a munkálatok. 2016 májusában adtunk be a megyei önkormányzat által megkérdezett topos pályázatra az óvoda felújítását. Hát elsősorban az óvoda energetikai megoldása, vagy tehát az energetika megoldása, pontosabban a szigetelés, nyilázárok kiváltása, illetve a teljes tetőszerkezet szigetelése volt a cél. A beruházás a terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból valósul meg. Az energetikai korszerűsítés mellett akadálymentesítik az épületet, felújítják az ebédlőt és új vizes blokkot hoznak létre. Dalmand polgármestere azt mondta, az építőanyagok és a munkabérek drágulása miatt a kiadásaikból le kellett faragjanak, hogy a fejlesztés létrejöhessen. Nagyon sokat emelkedtek az építőipari árak,
emelkedtek a munkabérek, tehát nagyon nehéz megoldani ebből a 100 millióból, de hát arra törekszünk, hogy amit lehet, azt mindenképpen megvalósítsunk. Nagyon sok mindent le kellett faragni ebből a pályázatból ahhoz, hogy egyáltalán nekiálljunk, és valami összejöjjön ebből a pályázatból. A dalmandi óvodát 100 millió forintból újítják fel. Ide jelenleg 33 gyermek jár, őket az építkezés idejére az általános iskolába helyezték át. A polgármester szerint a cél egy olyan intézmény létrehozása, ami megfelelően kiszolgálja a jövő nemzedékét. Hármas ünnepséget ültek a kaposmenti lápa főn. A kis település arról híres, hogy itt halt meg Sobri Jóska, a hírhedt betyár. Az ő emlékére avattak kopjafát, valamint átadták a temetőhöz vezető utat és a település szélén álló felújított Mária szobrot. A mai betyárok is eljöttek lápa főre emlékezni Sobri Jóskára, a Bakony híres haramiájára, aki itt veszítette életét, és akire most már kopjafával emlékeznek a helyiek. A kopjafától azt reméljük, hogy amolyan zarándok helyé válik, mert nagyon sok ember érdekel Sobri Jóska. Nem csak az emlékhely, hanem a temetőhöz vezető út is megújult 420 méter hosszban, 17,5 millió forintból. Az elkészült temető utca a belügyminisztérium támogatásával épült meg. A helyiek számára fontos a település szélén álló különleges Mária szobor is, mely olyannyira megrongálódott, hogy másolatot kellett készíteni az eredetiről. Ennek a szobornak van különlegessége is. A Kárpát-medencében mindössze csak kettő ilyen szobor létezik, mert általában a Máriát kisdeddel ábrázolták és egy fülke jellegű szoborban mintázták meg, míg itt önállóan csak a Mária látható. A hármas avatása a régi adósságait törlesztette a település vezetése. Nepomuki Szent Jánosra, a hajósok védőszentjére emlékeztek Tolnán. Az évszázados múltú Jánoska eresztés Tolnán már a 18. században is rendszeresen megtartották, hogy így tisztelegjenek a hajósok előtt, akiket a víz nyelt el. A Szent János ünnepet a szocializmus idején betiltotta az állampárt, Tolnán viszont 7 évvel ezelőtt újjáélesztették azt a helyiek. Szent mise keretében áldották meg a koszorukat, amiket a hagyomány szerint a vízre engednek, azért, hogy így emlékezzenek a hajósokra, akik munkájuk során vesztették el az életüket. Ezt követően a résztvevők együtt vonultak a Holduna partjáig. Tolnán a Duna közelsége miatt évszázadokon keresztül éltek a helyiek hajózásból és az ahhoz kapcsolódó szakmákból, ezért itt már évszázadokkal ezelőtt is rendszeresen tartottak Nepomuki Szent Jánosra emlékező ünnepet. A tolnai hajóácsok, hajóépítő mesterek egész Európában híresek és keresettek voltak. János a hajósok védőszentje 14. századi pap volt, akit a cseh királynő a gyóntatójának választott. A király meg akarta tudni, miről beszélt neki a felesége. János mégsem mondta el a titkot, ezért megkínozták és folyóba dobták. Ez a mai időben bennünket akár a baráti titoktartásra, akár az olyan diszkrét dolgokra, helyzetekre, ami megkívánja ezt. Hát ne egy cserfes nyelvünk legyen. Tolnán idén helyi általános iskolások és gimnazisták is bekapcsolódtak a hagyományőrző programba. A gyerekek már sötétben a Dunaparton nemrégen átadott új vízi színpadon mutatták be a régóta gyakorolt táncos előadásukat. Nem sokkal később pedig a halászbárkáról az első koszorúk is a vízre kerültek, ezután pedig virágokat és mécseseket engedtek a Dunára. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium öreg diákjai találkoztak az iskola atlétikai centrumában. Az eseményre több mint 100 egykori diák fogadta el a meghívást. A közel 8,5 évtizedes múltra visszatekintő öreg diák találkozókon hagyomány, hogy a megjelentek díjakkal ismerik el a gimnázium egykori és jelenlegi kimagasló eredményt elérő diákjait. Immár 83. alkalommal, illetve 83. éve kerül megrendezésre a Bonyhádi Öregdiák Szövetség találkozója a BÖSZNAP. Az idei évben 85 olyan diákot köszönthettünk, akik 50 éve végezték el tanulmányaikat itt a gimnáziumban. Ezek mellett átadtuk az ilyenkor szokásos díjainkat, így a Koricsánszki Otto érdemérmet, amit Hegedűs Éva vehetett át,
valamint két Gyalog István érdemérmet adtunk át. Egyrészt Olá Anna Máriának, másrészt pedig Tamás Menyhért, nemrég Kossuth díjjal kitüntetett öreg diákunknak. Hagyományos májusi hangversenyt adtak szombaton a Mözsi Bartók Béla női kar tagjai a Tolnai Katolikus templomban. A hangverseny érdekessége volt, hogy a program részeként a szerbiai Palicsról érkezett Szederinda népdalkör énekesei is színpadra álltak, sőt a mözsi kórustagokkal közös előadással is készültek, a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt énekelték el együtt. A két énekes közösségnek egyébként nem ez volt az első közös fellépése. Ez eltérő a korábbi évekhez képest, most tényleg egy ilyen kis lazább, könnyedebb, igaz, egy kicsit ilyen népdal feldolgozásokból állítottuk össze a moserunkat. Valóban egy ilyen kis laza, könnyű műsor lesz. Távozott Csertői Aurél. Hétfőn este tartotta évadzáró összejövetelét a Paksi FC élvonalbeli labdarúgó csapata, melyen Csertői Aurél már nem jelent meg. Haraszti Zsolt ügyvezető akkor még csak sejtelmesen nyilatkozott, miszerint a játékos állomány mellett a klubvezetésben is várható változás. Kedden reggel már a PFC a honlapján arról írt, miszerint közös megegyezéssel szerződést bontott a klub és Csertői Aurél. A szakvezető az elmúlt 5,5 év alatt stabil középcsapattá emelte klubunkat. Ennél hosszabb időszakot senki nem töltött kispadunk élén, így hálás köszönet, elismerés és tisztelet illeti munkáját, amivel immáron 13 éves NB1-es időszakunkban jelentős szerepet vállalt, olvasható a honlapon. A PFC a 8. helyen zárta az idei bajnoki évet, ez eddigi legeredménytelenebb szezonja. Bár alapvető feladatokat az NB1-es tagság megtartását teljesítették. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Baranya legyen az egyik legélhetőbb térség az országban. Építés hete szakmai konferencia sorozat Pécsen. Textil szatyorba kerültek a portékák, csomagolásmentes flashmob a kaposvári nagypiacon. Tűzpárbaj, sebesült ellátása, oltás. Majális és bemutató a pécsi tűzoltóknál. 2030-ra Baranya megye az egyik legélhetőbb térség legyen az országban. Ez a célja annak a szakmai konferenciának, mely hétfőn vette kezdetét Pécsett. A Találjuk ki Baranyát elnevezésű rendezvénysorozat keretein belül az építés áll a középpontban. Május 20-a és 23-a között előadásokkal, kiállítással és tájékoztatókkal várják az érdeklődőket. Az épített környezet mindig egy lenyomat, mondta Tuzson Bence az Építés hete rendezvény sorozatának megnyitóján Pécsen. A közszolgálatért felelős államtitkár kiemelte, a kormány csak a Modern Városok program keretében 100 milliárd forinttal támogatja a Baranyai megyeszékhelyet. Ebből az összegből valósulnak meg városi és egyetemi fejlesztések Pécsen. Ezek közül szeretném kiemelni az egyetem fejlesztését is. Az egyetem fejlesztése ugyanis építkezés ugyan, 24 milliárd forintos állami támogatás mellett, de több, mint egy építkezés, azzal, hogyha egy egyetem fejlődik, azon keresztül fejlődik az oktatás, fejlődik a kultúra, meg tud újulni egy egész város, meg tud újulni Pécs városa is. A május 20-ától 23-áig tartó építés hete rendezvénysorozat a Találjuk ki Baranyát nevet viseli. A program célja, hogy 2030-ra Baranya megye az egyik legélhetőbb térség legyen az országban. Ezt még 2018. szeptemberében állították össze a Baranya megyei kormányhivatal és a Pécsi Tudományegyetem képviselői. Az arról szólt, hogy a helyi gazdaság szereplőit, az egyetem vezetőit, önkormányzati vezetőket hívtunk arról beszélgetni, hogy hogy képzelünk el egy jobb, egy szebb, egy élhetőbb Baranyát. És ez a hét, amit mi a mai nap ezzel a mai rendezvénnyel elkezdünk, az építés, a beruházás és az innováció, szakképzés, egyetemi képzés témáival járjuk körbe. Az építkezések mellett szintén fontos szerepet kap a kultúra és az örökségvédelem, emelte ki Hoppá Péter. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a legfrissebb adatok szerint 5,3%-os az ország GDP növekedése, ezzel az Európai Unió tagállamai között az első helyen szerepel hazánk. Hoppá Péter hangsúlyozta, ugyanez mondható el Baranyában a kultúra területén. Olyan kincseink vannak, olyan kincsekkel vagyunk gazdagok itt Baranya megyében, amelyekkel a megyék rangsorában vagy versenyében megint csak azt mondom, hogy elsők vagyunk. Tehát például örökségvédelem tekintetében Baranya megyének van a legnagyobb vidéki múzeumi állománya.
Az építés hete rendezvénysorozat keretein belül ezeket a témákat is érintik. Tematikus napok zajlanak ezen a héten. Hétfőn a nyitónapon a megyei beruházások, kedden építésügyi szakmai nap, szerdán a falvak kis települések napja, míg csütörtökön képzési kiállítás és szakmai konferencia várja az érdeklődőket. Csomagolásmentes flashmobot tartottak az ország 20 pontján, köztük a kaposvári nagypiacon is. A Jövő Öko Nemzedéke Alapítvány akciójában arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy műanyag zacskó és csomagoló anyagok nélkül is meg lehet oldani a bevásárlást, ezzel pedig megvédjük környezetünket a hosszú évtizedek vagy akár évszázadok alatt lebomló és újra nem hasznosítható anyagoktól. Ökoháztartási tisztítószerekkel és környezetbarát pelenkával is készült a csomagolásmentes flashmob helyi szervezője a kaposvári piacon. Az országos kezdeményezés kaposvári helyszínén zöld póló jelezte az akció résztvevőit, akik arra akarták felhívni a figyelmet, hogy csomagolás és zacskó nélkül is lehet vásárolni. A gyerekeink jövője a tét igazából, mert a szemét az nem tűnik el. Főleg az egyszer használatos műanyag az, ami gondot okoz. A papír, fém az simán újra hasznosítható, így jobb lenne elkerülni minél inkább a műanyag használatát. Túró és tejföl kerül az otthonról hozott befőttes üvegbe, aki ilyesmivel nem készül, műanyag PET palackban kaphatja az árut itt a tejboltban. A PET palackkal nem csak a 450 éves lebomlás ideje a gond, hanem hogy mindig újat és újat használunk belőle, ahogy nylon zacskóból is. Szerencsére a vásárlók jelentős része már nem kér zacskót, hanem kosárral vagy textil szatyorral érkezik. Mindig a környezetszennyezés hatásairól lehet hallani, klímaváltozás, egyebek, úgyhogy igyekszünk mi is így gondolkodni. Hát ez osztozom a véleménnyel, mert hát annak van jövője, mert állítólag be is fogják szüntetni ezt a közszájomban. Amint látják, van nálam másik fajta is, de hát azért a nájlont is még használom. Látom, hogy még a tojáshoz is hozott külön dobozt. Igen, hát szoktam általában, de hát valamikor innen viszem azt is. Zacskóba kerül az eper, sok helyen ott vannak még az egyszer használatos nylon zacskók, de egyre több fonott kosarat és textil szatyrot is lehet látni a piacon. A kaposvári nagypiac kiemelten fontosnak tartja a kezdeményezést, támogatják a környezetvédelmét. Maga a piac is szelektíven gyűjti a hulladékot, és nagyon fontos lenne, hogy a vásárlók is érezzék azt, hogy nem feltétlenül muszáj mindenhez zacskót kérni, és nem feltétlenül muszáj mindenhez külön dobozt, külön egyéb csomagolóanyagot kérni, hanem az otthonról hozott papírszatyorba, ruhaszatyorba, vagy bármibe is el lehet vinni a termékeket. A pamut 3 a papír egy hónap alatt bomlik le, amíg a műanyag szatyrok lebomlási ideje 1000 év is lehet. A flashmob szervezői hangsúlyozták, ha bevásárláskor mégsem tudnánk kiváltani a zacskót, akkor használjuk többször ugyanazt, ahelyett, hogy újat kérnénk. Izgalmas bemutatót tartottak szombaton a pécsi tűzoltók laktanyájában, ahol együtt majálisoztak a rendőrökkel és a mentősökkel a katasztrófavédők. A bemutatóval a családoknak és a fiataloknak akarták megmutatni, hogyan is működnek az egyenruhás szervezetek a gyakorlatban. Tapsolnak a gyerekek a pécsi katasztrófavédők laktanyájának udvarán. Itt tartottak nekik bemutatót a rendőrök, tűzoltók és a mentősök közösen szombaton. Tűzpárbaj a bűnözőkkel, elfogás, a sebesült lövöldöző ellátása, a lángra kapott autó eloltása. Röviden ezeket láthatták a résztvevők a bemutatón. Ez tulajdonképpen a mi ünnepünk, hiszen nem régen volt a rendőrség nap, a Szent Flórián nap, és a mentősök napja is hamarosan elérkezik, és úgy gondoltuk, hogy közösen fogunk ezt megünnepelni, és azt szerettük volna, hogyha ünneplünk, akkor egyben mutassuk is meg, hogy mit csinálunk, és köszönjük meg ezzel azoknak, akik velünk élnek, akikért felelősséget vállaltunk, hogy bíznak bennünk és számítanak ránk. A tűzoltók házigazdaként biztosították a helyszínt, miközben érdekes bemutatót nyújtottak a kicsiknek. A mi ünnepünk megvolt, örüljenek a gyerekek is, hiszen éles helyzetben nincs időnk és lehetőségünk, hogy megmutassuk, hogy mit csinálunk. Ezért szerveztük ezt a programot, és már most bejelenthetem, hogy a Városi Gyereknapon 25-én is ott lesznek a kollégák, és igyekszünk bepillantást nyújtani az életünkbe. Hagyomány, hogy a rendőrök és a tűzoltók közösen rendeznek bemutatót májusban. Idén a mentősök is csatlakoztak, akik május 10-én ünneplik megalakulását. 130
két éve már a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület megalakult, és azóta a világon első között szerepelt egy olyan országos összefont, nagyon jó mentés, ami példaértékű mindenfelé. És 1948-ban szintén május 10-én alakult meg az országos mentőszolgálat. Ennek eredménye, hogy egységes rendszerben felszereléssel valósítják meg azóta az országos mentést. Az eseményen részt vettek az önkéntes mentőszervezetek is, akik például kötélpályás bemutatóval lepték meg a gyerekeket és a családokat. Zöldségpárlatok, gyümölcspálinkák az ország minden pontjáról. Ezzel várták a látogatókat a 9. Kárászi Párlat és Pálinka Fesztiválon a hétvégén. Összesen 318 minta érkezett a versenyre. A bírálók azt mondják, ezek olyan jó minőségűek voltak, hogy kimagasló lett az arany, ezüst és a bronzérmek száma a zsűrizés után. Ezek azok a díjazott pálinkák, amelyekből fogyaszthattak a látogatók hétvégén a 9. Kárászi Pálinka és Párlat Fesztiválon. Idén összesen 318 mintát kellett a zsűrinek értékelnie, amik között nem csak gyümölcsök voltak. Egyre több a zöldség, nem az idén van először, de már láttam olyat is, hogy külön nem csak sütőtök, hanem sülttök, tehát sütőtök, mint új trend. Nagyon érdekesek az ágyas kísérletek, és nagyon szép likőröket is láttunk, ami szintén nem egy könnyű műfaj. Tehát amiből él és mozog, itt meg lehet kóstolni belőle a párlatát. Nagyon jó minőségűek lettek a pálinkák, amit az éremarány tükröz. 25%-ban arany, 30-30%-ban ezüst és bronzérmekkel jutalmazták a leadott mintákat. A minőség jó, bár kevesebb minta érkezett, mint az előző versenyre, mondja a főszervező, a település polgármestere. Tavalyitól valami est elmaradt, de ezt betudhatjuk annak is, hogy tavaly tavasszal volt egy nagy fagy, és akkor a barackok és többfajta gyümölcs elfogyott. Ennek következtében, legalábbis ezt gondoljuk, kevesebbet állítottak elő a termelők. A díjazottaknak a színpadon adták át az elismerő okleveleket. A fesztiválról idén sem maradhattak el a kézműves árusok, a gólyalábasok, akik szórakoztatták a megjelent családokat. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Vénykötelesek lesznek a népszerű fájdalomcsillapítók. A változtatás csak a tablettákat érinti. Zebra terv. Tolna megyében sok volt a szabálytalan közlekedő. Méltó körülmények közé kerül a jövő nemzedéke Dalmandon. 100 millió forintból újítják fel az óvodát. Hármas avatás. Lápafőn utcát, Mária emlékhelyet és Sobri kopjafát is avattak. Szerdán is változóan napos, felhős, mérsékelten meleg idő várható. Ezen a napon is számítani kell szorványosan előforduló záporok, zivatarok kialakulására a térségben. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!